Kárpátaljai Katonai Adminisztráció, illetve az ungvári magyar főkonzulátus megkeresésére fogad a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen a Rákóczi táborban 50 olyan 8 és 15 év közötti herszoni gyermeket a háború frontvonalából, akiknek egy téli táboroztatás keretében 10 napon keresztül abban próbálunk segíteni, minél színesebb programok keretében, hogy maguk mögött tudják hagyni mindazt, ami a háborúhoz kapcsolódik, és hogy itt felszabadultan, és minél jobban tudják magukat érezni. Nyilván itt az is fontos, hogy érezzék azt, hogy a magyar emberek, a magyarországi emberek minden bajba jutott embernek igyekeznek segíteni lehetőségeikhez mérten, és az a cél, hogy ezek a fiatalok, akik most ezt a 10 napot itt eltöltik Sátoraljaújhelyen, olyan kézműves foglalkozásokat, sportfoglalkozásokat, közösségi eseményeket, filmvetítést, kirándulásokat tudjanak itt megélni, amelyek a gyermekségükhöz kapcsolódnak.